Bontott tégla és malter kupac jelzi az egykori várfal mellett Vattai Ferenc várkapitány emlékművének helyét. A szobrot nem elköltöztetik, csak restaurálják. Kocsis Balázs restaurátor végzi műhelyében a felújító munkálatokat, amelyek a szobor 1937-es elkészülte óta igencsak szükségessé váltak, hiszen az alap megsüllyedt és tönkrement. Amint egy másfél tonnás bronzszobrot, luxelek alkotását a restaurátor műhelyébe szállították, ahol megtisztítják és kicserélik az elrozsdásodott merevítőket. Egy üreges talapzaton állt, ami belül állandóan vizes lehetett, tehát egy ilyen téglarész, ami folyamatosan vizesen tartott, és ebből egy ilyen, mondom, ilyen saját kis mikroklimát kialakított maga, amikor állandó vízben tocsogott, és ezért ez a vas szerkezet eléggé, ez meg van korrodálódva. A talapzatba az eredeti kövek kerülnek majd vissza, ezek vélhetően a régi, a várost körülvevő várfal darabjai. A restaurátor ezeket is megtisztítja, és csak ezt követően építi vissza. A szobor tehát megszépül és új alapot is kap, hiszen a régebbi tégla alap felvizesedett és így szétrohadt, ettől a szobor pedig megsüllyedt. Vattai Ferenc szobra előreláthatólag tavasszal kerül majd vissza, ide eredeti helyére. A Fehérvár Televízió híradóját Szabó Miklós Bence tudósította.